Én az elmúlt években próbáltam olyan helyszíneket bemutatni, ami képileg is megmutatják azt az iszonyatos szervezett lopást, ami az elmúlt 10 évben az Európai Uniós pénzek ellopását jelentette. Én azt gondolom, hogy ennél szebb helyszínt, ennél szimbolikusabb helyszínt nemigen fogunk már találni. Lomkorona sétány épült 60 millió forint uniós pénzből Nyírmártonfalván. Ez a pénzszórás nem csak az uniós adófizetőknek lelombozó, hanem a fáknak is, ugyanis az építkezés közben kivágták azokat. Az 50 méter hosszú sétányt a fák lomkoronájának a szintjébe tervezték. A magasság az valóban stimmel, de a fák időközben eltűntek. A pénzből épült még itt két pavilon, tűzrakók, a szántók között sportolni vágyóknak nyújtópad és fitnesssor, illetve játékvár a gyerekeknek. Mindezt erdei ökoszisztémafejlesztés címszó alatt adták be az Uniónak. Itt vagyunk Hajdú-Bihar vármegyében, Debrecentől 30 kilométerre. Itt, amerre a szemünk ellát, az a fideszes polgármester Filemon Mihálynak a tulajdonát képezi. Az első benyomásunk a létesítményről, hogy elég rozoga, a fát nem kezelték le, csavarok és különböző fadarabok pedig itt maradtak a helyszínen. A beruházás során építettek két WC-t is. A jó hír, hogy ingyenesek, a rossz hír, hogy nem lehet ezeket használni, a lyukat kiásták, a WC épülete megvan, a WC azonban nincs meg, és átfolyó sem épül. Rábukkantunk néhány minőségbeli problémára is, például a paltetőt már is lefújta a szél. A lomkorona sétány mellett található egy kilátó is. Ez sem véletlen, ugyanis a 2010-es években ezekre lehetett uniós pénzt kapni. Mi másra lenne szükség egy 2000 fős alföldi településen, mint kilátókra? Épült is 5 darab. Köztük van Filemon Mihály is. Még bárki kételkedne, hogy hogyan lopták szét Magyarországon az Európai Uniós támogatásokat, akkor ezt a helyszínt kell megnézni. Hát van itt minden, csak lombkorona nincsen, de van egy polgármester, mellettünk megy el egy út, amelyiket szintén Európai Uniós támogatásból pont erre hoztak, 100 millióból van ott egy vágóhíd, de hát a lombkorona ösvény, a kivágott erdőn épített lomkorona ösvénye szerintem mindent elmond. Ugyanez a kivitelező cég a környéken másik két kilátónál is fejlesztette az erdei ökoszisztémát. A megyei önkormányzat fideszes alelnöke, Tasi Sándor, a saját kilátójához még egy lópienőt is építetett. A polgármester közel 500 millió forintot kapott erdősítésre a tavalyi évben. Mondani sem kell, hogy ezt is uniós pénzből. Filemon Mihály egy 50 millió forintos medencés vendégházat is felhúzott a saját ingatlanja mellett, szintén uniós pénzből. Ezek a pályázatok különösen népszerűek voltak a fideszesek körében, ugyanis ezeket a vendégházakat elég 5 évig működhetni, majd pedig eladhatják azt, vagy pedig családi házzá alakíthatják. A polgármesterrel is szerettünk volna interjút készíteni, azonban nem reagált az e-mailünkre. Kerestük a polgármesteri hivatalban is, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy éppen Debrecenben tartózkodik, és nem tudja, hogy mikor érkezik vissza. Elmentünk a vendégházához is, ahol az egyik hozzátartozóval sikerült néhány mondatot váltani. Ő felhívta Filemon Mihályt, akitől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy semmi közünk az uniós támogatásokhoz, amiket kapott.